Nagyon fontosnak tartottuk, hogy kétszeri halasztás után idén élőben rendezzük meg Miskolcon a Hubay Jenő hegedű versenyt, melyet Kokas Katalin és Kelemen Barnabás alapító művészeti vezetők álmodtak meg és hoztak létre. Arra ad lehetőséget, hogy a 20 évesnél fiatalabb hegedűsök megmérettessék magukat. After COVID, it's my first live competition actually, so I'm really happy that I can take part in it and perform live and share with my music. Мне всегда очень интересно ездить в какие-то другие страны, узнавать новых моих детей, может быть, будущих коллег, с ними знакомиться. A versenyzés mellett mesterkurzusok zajlanak folyamatosan a 3,5 nap alatt, Baráti Kristóf, Ácsné Szili Éva vagy Banda Ádám vezetésével. A zene tulajdonképpen technikai nehézségeket is segíti áthidalni. Nyilván, ha túl nagy a szakadék, akkor lehet kifejezetten technikai kérdésekkel is foglalkozni, de alapvetően egy ilyen rövid munka arra alkalmas, hogy egy picit levetkőzzék azt a görcsöt, azt a feszültséget, amit általában a technikai elvárások jelentenek. This competition is really have fantastic music. In this difficult time, many people come to competition from different countries. It's also a jury come from different countries, and this is not so easy. A személyes találkozások, a személyes tapasztalatgyűjtés által sokkal nagyobbat tudnak lépni és fejlődni, mint hogyha ezt mondjuk online formában valósítanánk meg. A fantasztikus nemzetközi zsűri előtt is sokkal jobban tudnak élőben megmérettetni, illetve láthatják a pályatársaikat, azokat, akik hasonló korúak, hogy hol tartanak.